Szintlépés a tőzsdével. A sikeres cégek jellemzői olvasható ezen a díján, amit a budapesti értéktőzsde igazgatója mutatott az előadásán Pécset. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara székházában tartottak tájékoztató rendezvényt arról, hogyan tud segíteni a Bét a baranyai cégeknek a növekedésben. Az iparkamara főtitkára azt mondja, a helyi vállalkozások nagy része mikrovállalkozás, jóval kisebb részt képviselnek a nagyobb gazdasági egységek. De az a kis és középvállalati kör, aki családi tulajdonban működnek, exportra termelnek, elképesztő hozzáadott értékkel bírnak, számukra a tőzsdei ökoszisztémának a megismerése, függetlenül attól, hogy ők tőzsdei céggé válnak, vagy nem válnak, az azt gondoljuk, hogy egy nagyon értékes folyamat lehet. És a budapesti értéktőzsde vezetésével ebben állapodtunk meg, hogy tartunk egy gondolatébresztő másfél órás fórumot némi előadással, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a növekedéshez szükséges szervezeti vállalati kultúra fejlesztés az elengedhetetlen. Rabszabolcs szerint van olyan cég Baranyában, amelyik bekerülhet a tőzsdén jegyzettek közé. 2-3 Baranyavár megyei cégnek ez egy ugródeszka lehet. A tekintetben is, hogy a tőzsdén ugye a tőzsdei cégeknek különböző fokozatai vannak, nem megyek bele a részletekbe, hogy elkezdi egy kvázi alsóbb kategóriában, és utána évről évre tőkeemelésekkel, további vállalatfejlesztéssel egyre magasabb kategóriába jut, és a végén akár az OTP-vel, Richterrel és a nagy magyar vállalatokkal együtt tőzsdei céggé válik. Sok tévhit kering az értéktőzsdével kapcsolatban a cégek körében, amit tisztázni kell. Az ilyen alkalmak erre kiválóak, mondja a Bét igazgatója. Nem az a fontos, hogy egy cégnek mekkora a mérete, hanem hogy milyen a minősége, milyen a vállalat irányítása. Természetesen fontos az, hogy egy tőzsdei szempontból azért alsó hangon egy több milliárdos árbevétele legyen, vagy gyorsan növekedjen ez a cég, de ilyenből nagyon sokat találunk szerte az országban, több száz ilyen vállalat van, de mellette nagyon fontos azt is megvizsgálni, hogy mi a cégnek a sztoria, mi a története, és hova tart, tehát mi az, amit fel tud kínálni a befektetőknek, milyen növekedést, milyen vállalat irányítást, ugye egy minőségi cégnek kell lenni annak, hogy megfeleljen a tőzsdei befektető kritériumának, de megcáfoljuk a tévhitet, a hazai középvállalatok között is rengeteg ilyen van. Az a fontos, hogy tőzsdeképes legyen a cég, a vállalkozás, ebben is tud segíteni az értéktőzsde, ezután jöhet a megfelelő befektetők megtalálása. Különféle befektetők vannak a tőzsdén, valaki a gyors növekedés, az innovatív gondolatokat keresi, és az komfortos neki, hogyha a tud kockáztatni, és ezzel nagyon magas hozamot tud elérni, de vannak olyan konzervatív befektetők, akiknek az a fontos, hogy egy jól beállt üzletmenete, piaca, némi növekedése természetesen legyen a vállalatnak, de cserébe az a folyamatos nyereség termelés, ami kiszámítható, stabil, az is egy komoly értéket jelent, akár egy osztalék jövedelmen keresztül. Ugye a tőzsdén az árfolyam emelkedésből lehet hozamot elérni, meg az osztalék jövedelemből, ami ugye évente mindig megkap a befektető. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenféle vállalat típus előtt nyitott a tőzsde. Hosszú évek óta keresik, kutatják azokat a hazai középvállalkozásokat, akik fejlődni szeretnének. Ezért járják az országot, és 2016 óta évente megjelentetik az 50 legsikeresebb vállalkozás bemutatását, a Bét 50-et, mondja Nagy Péter Gábor. Ezen túlmenően pedig segítik azokat, akik fejlődni szeretnének, illetve tőzsdei megjelenést szeretnének elérni.